Változott a sebességhatár a 3-as számú főúton. December 10-éig lehet igényelni a helyi lakástámogatást. Turisztikai szakemberek tanácskoztak a Mátrában. Jó estét kívánok, november 27-e van, jönnek a részletek. Miután kiépítették a szalagkorlátot a 3-as számú főúton, a héten kihelyezték az új sebességkorlátozó táblákat is. A korábbi 110 km/órás korlátozást 90 km/órás korlátozás váltotta fel, a nagyrédei elágazónál pedig ezentúl maximum 70-nel hajthatnak majd az autósok. Azt mondják, a változásra azért volt szükség, mert ez a legveszélyesebb útszakasz a gyöngyösi rendőrkapitányság területén. Lekerültek a 110-es sebességkorlátozó táblák a 3-as számú főút Gyöngyös és a Horthy elágazó közötti szakaszán. Ezen túl itt maximum 90-nel hajthatnak az autósok. A nagyrédei elágazónál pedig a sebességet 70 km/órára kell mérsékelni. A sávok között júniusban kezdték meg a szalagkorlát kiépítését, azért, mert ezen a szakaszon rengeteg baleset történt. Tavaly összesen 10, ebből 3 halálos kimenetelű volt. Két lépést kell alkalmazzuk, hogy megelőzzük a további baleseteket. Ugye az egyik ez a most megépült 3,4 km kettős acélvezető korlát, illetve a sebességcsökkentés. Az útszakaszon korábban kevesebb, mint 10 km hosszan. Többször váltakozott a 110-es és a 80-as tábla. Most viszont, mivel a mezőgazdasági utak nem keresztezik a főutat, csak a nagyrédei elágazónál lép életbe a 70 km/órás sebességkorlátozás. Mikes Csaba azt is elmondta, hogy ha indokoltá válik, vizsgálni fogják a nagyrédei elágazónál a körforgalom kiépítésének lehetőségét is. Jelenleg ez a csomópont az útügyi műszaki előírásoknak teljesen megfelel, tehát mind kapacitásilag, mind sávkiosztásilag, tehát hogyha itt további balesetek kerülnek elő, nyilván akkor vizsgálni fogjuk ennek lehetőségét is. A táblákra azért is érdemes figyelni, mert a balesetek megelőzésén kívül a rendőrség itt folyamatosan méri a sebességet, így akik nem tartják be a maximális sebességet, azokról drága fotók készülhetnek. Figyeljenek a táblákra. Alig 2 hetük maradt azoknak, akik szeretnék igénybe venni az első lakáshoz jutás helyi támogatását. Az idei 7 millió forintos keretből még 3,5 millió forint áll rendelkezésre. Hisz György polgármester szerint a korábbi években a teljes összeget igénybe vették a helyiek. A december 10-éig beérkezett kérelmeket az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság soron következő ülésén bírálják majd el. 40 évnél fiatalabb házasok vagy élettársi kapcsolatban élők pályázhatnak a fiatalok első lakáshoz jutásának helyi támogatására. Az idei keret fele, vagyis még 3,5 millió forint áll rendelkezésre. A pályázatokat december 10-éig kell benyújtani. Hisz György polgármester azt mondja, a korábbi években az igénylők felhasználták a teljes keretösszeget. Sajnos nagyon kevés az új lakás Gyöngyösön, és a használt lakás piac sem mozog. Máskor el szokott fogyni a keret, utóbbi 2-3 évben mindig ilyen problémával küzdünk. Tehát most, ha valakinek még nagyon gyorsan lakás vásárlási kedve van, az jöjjön. Ahhoz, hogy valaki igényelhessen lakástámogatást, több feltételnek kell megfelelnie. Ez 40 év alatti fiatalokat jelent, 3 éves gyöngyösi állandó lakás, vagy 5 éves gyöngyösi munkahelyel kell, hogy rendelkezzen, és maximum 1 millió forintot kaphatnak. Ez általában a visszatérítendő, illetve visszarendtérítendő kamatmentes kölcsönformájába adjuk. További feltétel, hogy az igénylőnek a vételár 30%-ával rendelkeznie kell. A pályázó nevén nem lehet nagyértékű személygépkocsi, illetve a maximális jövedelem is meg van határozva. Hisz György szerint érdemes még idén igénybe venni a támogatást, hiszen jövőre változnak a banki feltételek. A december 10-éig beérkezett kérelmeket az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság soron következő ülésén bírálja el. 12. alkalommal rendezték meg az országos TDM konferenciát, ezúttal Parádfürdőn a Mátra Jövője Turisztikai Egyesület szervezésében. A 3 napos konferencia célja elsősorban az volt, hogy a hazai TDM szervezetek áttekintsék, a jelenlegi struktúra mennyiben felel meg az igényeknek, illetve hogyan tudnak szintet lépni a jövőben. A közel 100 turisztikai szakember nem csak a jelen helyzetet értékelte, a közép- és hosszú távú tervekről is egyeztettek a 12. alkalommal megrendezett országos TDM konferencián.
Mi gyakorló szakemberek vagyunk, áttekintsük, átnézzük, mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, hogyan lehet ezt fejleszteni, hiszen itt az országos lefedettsége a TDM rendszernek nagyjából megvan, de bizony például a finanszírozási oldalról nagyon sok kérdőjel van. Ezért is kell valamilyen fajta átalakuláson majd ezeknek a szervezeteknek átesni, hogy hosszú távon pénzügyileg is kiszámíthatóan tudjon működni a rendszer. Semsej Sándor, a Magyar TDM Szövetség elnöke beszédében úgy fogalmazott, egy új mérföldkőhöz érkezett a szövetség. Hosszú évek óta dolgozunk ugye ennek a szervezeti rendszernek a kialakításán, és nagyon szeretnénk, hogyha ez jogszabályilag is meg lenne támogatva. Magyarul azok a szervezetek, amik létrejöttek az országban, egy újra szerveződési folyamat végeredményeként fölállnának úgy, hogy piacképes vonzó terméket tudnának prezentálni, és az ehhez a munkához szükséges forrásokat ez a jogszabály garantáltan átadná a szervezeteknek. Dr. Ruszinkó Ádám, turizmusért felelős helyettes államtitkár előadása során elmondta, meghatározó szerepe van a nemzetgazdaságban a turizmusnak. A legutóbbi igen részletes módszertannal készített statisztikai elemzés szerint a magyar GDP-nek a 9%-át produkálja a turizmus. Ez egy 2009-es adat, akkor készült el legutóbb ez a igen részletes módszertan, és a munkahelyeket tekintve pedig 11% fölötti a turizmusban munkát vállalók aránya. A magyar TDM szervezetek azon a területen próbálnak meg fejlődést, illetve áttörést elérni, amely területen mi magyarok nem vagyunk túl jók, tudni illik az együttműködés, tette hozzá a helyettes államtitkár. A konferencián az együttműködés mellett a pályázati lehetőségre is felhívták a figyelmet. A fejlesztési ciklus új pályázatai az elkövetkezendő hónapokban indulnak el, számos témában lehet pályázni, így például a kulturális örökségvédelem, természeti örökségfejlesztés vagy az energetikai fejlesztések területén. Nagyréde és Pásztó is jelezte csatlakozási szándékát az önkormányzatok Mátrai Szövetségéhez. Az együttműködésben résztvevő települések tisztújító közgyűlést tartottak Abasáron, ahol a jövő évi költségvetésről hallhattak tájékoztatást, és az elnyert pályázati források felhasználásáról is döntöttek. A tisztújító közgyűlésen megköszönték a leköszönő polgármesterek munkáját, és az újonnan megválasztott polgármesterek is bemutatkoztak. A tagok 8 fős elnökséget és 3 fős felügyelőbizottságot választottak, a szövetség elnöke ismét Abasár polgármestere, dr. Lénártné Benei Anikó lett. Ennek a 11 embernek egy kicsit komolyabban, többször együtt kell működni abban, hogy a Mátra, mint a mi szövetségünk egyik jelképe, valós módon, akár turisztikai, idegenforgalmi szempontból is sokkal többet tudjon az elkövetkezendő 5 évben hozni, mint ahogyan esetleg ezt eddig sikerült. Az önkormányzati érdekvédelem mellett 20 évvel ezelőtt arra is szövetkeztek a települések, hogy a Mátra idegenforgalmát segítik saját eszközeikkel és gazdaságszervező erejét erősítik, tette hozzá az elnök, aki reményét fejezte ki, hogy a Mátra épp olyan hívószó lesz, mint a Balaton vagy a Tiszató. A tanácskozáson Nagyréde és Pásztó pedig jelezték, hogy csatlakoznának a szövetséghez. A közgyűlésen a település vezetőket tájékoztatták a jövő évi költségvetést érintő legfontosabb változásokról is. A főbb gondolatok a szolidaritás és a települések közötti különbségeknek a mérséklése. Ez az általános támogatások tekintetében valósul meg elsősorban. Működik egy úgynevezett kiegyenlítő rendszer az önkormányzati finanszírozásban, amely nagyobb hangsúlyt kap a 2015-ös költségvetési törvényjavaslat alapján. A nagyobb adóbevétellel rendelkező gazdagabb települések általános támogatása visszafogottabb lesz jövőre, mondta a főosztályvezető. 2015-ben nagyobb hangsúlyt kap a költségvetésben a gyerekek ellátása. Az adótörvények értelmében következő évtől egy új típusú adófajta, a települési adó is megjelenik, melynek bevezetéséről a települések vezetői dönthetnek. A tervek szerint emellett a segélyeket és szociális ellátásokat is önkormányzati hatáskörbe rendelik. Miért ég a gyertya? Milyen fejlődés történeti állomásai vannak az anyagnak? Látványos kísérletek segítségével egyebek mellett ezekre a kérdésekre is választ kaphattak egy interaktív előadás keretein belül a Berzenagy János Gimnázium tanulói.
Az éghető anyagok között az egyik legizgalmasabb dolog, talán megmarad, az éghető anyagok között a gázok égése, és akkor a gázok égése az első reakció lenne, tessék megkapaszkodni, ha valaki esetleg hanghatás fog következni. Látványos és interaktív előadásokon vehettek részt a Berzenagy János Gimnázium tanulói. A Berzela pályázat keretében tartott két előadás az égést és az anyagfejlődés történetének egy-egy állomását dolgozta fel. A témákat egyszerű, hétköznapi jelenségeken keresztül vizsgálták meg. Egy félelmetesen egyszerű jelenséget fogunk elemezni, a gyertya égését. Most ezt lehet nagyon primitív módon csinálni, és lehet úgy, hogy végigvesszük az összes lehetséges elemi folyamatot, és ebben az egész játékban az lesz az interaktivitás, hogy mindenki játszik a gyertyával, és most az lesz a feladat, hogy nem azt nézzük, hogy ég, hanem azt nézzük, hogy miért ég, hogy milyen pici lépésekre lehet bontani ezt a folyamatot. A tanárok tapasztalatai szerint az ilyen jellegű órák segítségével a diákok sokkal egyszerűbben sajátítják el a tudást. Az ilyen rendhagyó kémia órákon ugyanis egy kicsit háttérbe szorulnak a képletek és a fogalom meghatározások. 8. éve tartok előadássorozatot az ELTE megfelelő péntek délutáni észbontogató előadássorozatán, és oda a gyerekek eljönnek. Péntek délután, akkor, amikor mehetnének bárhova, bármi más csinálni, mégis eljönnek. Tehát nekem az a véleményem, hogy valóban van igény arra egyrészt, hogy érdekes jelenségeket lássanak, és egy idő után eljutunk arra a szintre, hogy odafigyelnek még a szövegre is. Egy interaktív órához méltó módon a diákok számos kísérletet elvégezhettek az előadás keretében, valamint Róka András több feltett kérdés megfejtését is tőlük várta. A férfi NB1-es kézilabda bajnokságban fontos mérkőzés várt Gulyás István legénységére. A sárgák ezúttal a már tavaszi fordulóból a Balmazújváros ellen hazai pályán várták a szezonnyitónál elszenvedett vereségét, a visszavágást. A mérkőzés döcögősen indult, amit a félidei 13-13-as eredmény is jól mutat. A folytatásban az 50. perc tájékától fokozatosan billent a mérleg nyelve szalafaiék felé, és végül ha nagy csatában is, de 28-25 arányban gyöngyösi győzelem született. Nagyszerű mérkőzés volt, 58 percig bírtuk aggyal, aztán elfogytunk. Ennyi. Mennyiben volt ez másabb mérkőzés, mint a Balmazújváros gyöngyös mérkőzés? Nem sokkal, ott is nagyon koncentráltan játszott mind a két csapat, nekünk a hazai pálya segített Balmazújvárosba, itt a hazai közönség segített a hazai csapatot. Gondolom a kedves szurkolóink is érezték, hogy óriási a feszültség a csapatban, tehát nagyok az elvárások, mindenki tudja, hogy hol kéne szerepelni, és nem így megy. A második félidő közepén éreztem egy olyan tüzet, amikor egymásra talált a csapat és a közönség, ami hasonló tavalyi élmények voltak, akkor már éreztem, hogy meg lesz, hogy átszakad egy gát, nagyon görcsösen játszottunk. Azt gondolom, hogy talán ez a legjobb szó, hogy ma saját magunkat győztük le. A sikerrel a Braun a 6. helyen stabilizálta helyét a tabellán. A folytatásban immár újabb előrehozott fordulóban a fővárosból a Pleer csapata érkezik Gyöngyösre. A Bébron gyöngyös hazai siker esetén akár újra a felsőházi csatasorban találhatja magát, ezért a játékosok fokozottan számítanak a szurkolóik segítségére. A friss adatok szerint egynegyed év alatt közel 26 ezerrel csökkent a nyugdíjban, ellátásban és egyéb járandóságban részesülők száma. Ezen belül is 18 ezerrel lettek kevesebben azok, akik valamilyen nyugellátásban részesültek. 7 éves mélyponton a munkanélküliség. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint most 7,1%-os a munkanélküliek aránya. Utoljára 2007-ben voltak kevesebben munkanélkül. De az elemzők szerint a javulás csak látszólagos, az oka a közmunka, az ennek keretében foglalkoztatottak ugyanis munkavállalókként szerepelnek a statisztikákban. Most pedig nézzük, hogyan teljesítettek ma délután 5 óráig a budapesti értéktőzsde vezető részvényei. A Magyar Telekom 336, a MOL 12345, az OTP 3981, a Richter 3811, a TVK pedig 4675 forintba került egy órával a tőzsdezárás előtt, amikor a hivatalos index a BUX tegnapi záróértéke alatt 38 ponttal 17514 ponton állt. Jönnek a legfontosabbak még egyszer, röviden.
Változott a sebességhatár a 3-as főúton. December 10-éig lehet igényelni a helyi lakástámogatást. Turisztikai szakemberek tanácskoztak a Mátrában. Ez volt az aktuális csütörtökön, jövünk friss hírekkel természetesen holnap is, találkozzunk majd újra. Minden jót, a viszontlátásra!